Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök VNTV Tiva Natura televíziót láthatnak. FVQ adássorozatunkban Dobos Jánost köszöntöm a stúdióban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek az Állampolgári Bizottság Emberi Jogokért Alapítványnak az elnökét. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. És nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, mert egy olyan témáról szeretnénk beszélgetni veled, ami most a világon szinte kivétel nélkül minden embert érint, és annak ellenére, hogy a ti alapítványotok egy speciális területtel foglalkozik, mégis engedd meg nekünk azt, hogy olyan kérdéseket is feltegyünk neked, ami úgy globálisan, általánosságban jellemzi most az embereket, és azokat az emberi jogokat, amiknek a hiányát most érezzük. Romokban hevernek, úgymond most ezek az emberi jogok, és amit én tudok róla, én most egyszerű magánszemélyként ülök itt veled szemben, aki ugyanúgy éli a kis hétköznapi életét a többi emberrel együtt, és sokkal jobban szeretnénk kapaszkodni most azokba a jogokba, a jogainkba, amikben úgy érezzük, hogy sérülünk most, ami a szabadságunkat korlátozza, még akkor is, ha tisztában van vagyunk azzal, hogy most egy rendkívüli helyzet van. És ha szabad ilyet kérdeznem tőled, majd te kiigazítasz engem, hogy mennyire teheted meg azt, vagy kompetens választ tudsz adni nekünk, hogy egy ilyen helyzetben, amikor járványhelyzet van, akkor bizony felmentés történt az alól, hogy az állampolgári jogainkat érvényesíthessük, vagy azoknak a védelmét érezhessük, miközben a kötelezettségeink, a feladataink azok az, hogy büntethetők vagyunk, hogyha a jogainkat megszegjük, azok még erőteljesebben vannak érvényesítve. És te, aki jogorvoslati dolgokkal is foglalkozol, most hogyan ítéled meg, vagy te hogy látod az emberi jogokat ebben a pillanatban? Nem könnyű a felvetés, és abszolút jogos, és azt gondolom, hogy nagyon időszerű a felvetés, és ugye nem véletlen az, hogy ennyire meg tudja osztani a társadalmat, hiszen valóban, ha van egy járványhelyzet, akkor ott valamit kell csinálni, nyilván van helye változtatásoknak, amennyire ez ugye észszerű, másfelől pedig az ember igyekszik ragaszkodni a saját jogaihoz, és ezt fenntartani, hiszen alapvető emberi jogokról van szó, ugye az emberi jogok napja kapcsán beszélgetünk, és nem biztos, hogy mindenhol könnyű meghúzni a határt a kettő között, hogy hol van az egészséges dolog, és talán vérmérséklet és világnézet kérdése is, hogy az ember hol látja ezt a határt, tehát nem könnyű, és talán ezért van az, hogy a társadalom két vagy akár több részre szakad ebben a kérdésben, hogy akkor most hol vagyunk, és ugye viták vannak, stb. Hogy ebből mennyi mesterségesen szított, vagy mennyire nem, az ugye megint egy más kérdés, erről is megoszlanak a vélemények, de tény, hogy ugye amikor 1948-ban megfogalmazták az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, hiszen ez az a dokumentum, amit ugye ünnepelünk december 10-én az Emberi Jogok Világnapján, akkor azokat az alapvető jogokat fektették le, amelyek minden egyes emberi lénynek járnak, alanyi jogon, egész egyszerűen csak azért, mert embernek született, és semmi más. És ugye ez azért jó, mert ez ugye a második világháború zűrzavarából nőtt ki ez az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, és született meg ugye ez a jogoknak a listája, azzal a céllal, hogy próbáljuk megelőzni azt, hogy még egy hasonló borzalom megtörténjen, mint amit ugye a 20. század első fele hozott az emberiségnek, ahol ugye az emberi jogok rommá lettek alázva, ugye gyakorlatilag nagyjából a század elejétől kezdve, első világháborútól kezdve, és ezt megelőzendő, fektessük le akkor, hogy mik a jogok, ugye ez volt talán a kiinduló pont. És azért azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy most mi a helyzet, hogy feje tetejére állt a világ itt az elmúlt másfél-két évben, én szerintem azért az alapvető emberi jogok nem hinném, hogy veszítettek az érvényükből. És ugye vannak nagyon egyszerű, nagyon kézenfekvő, nyilvánvaló emberi jogok, ugye, amikkel igazából tisztában is vagyunk, csak nem biztos, hogy az ember, annyira nyilvánvaló, hogy nem biztos, hogy az ember ennek az eszébe jut, de ugye az egészséghez, vagy egészségügyi ellátáshoz való jog, a lakhatáshoz való jog, a törvény előtti egyenlőséghez való jog, az igazságszolgáltatáshoz, stb. Ugye ezek a nyilvánvaló dolgok, amit az ember magától értetődőnek tart. És én nem gondolom, hogy ezek érvényüket vesztik.
attól, hogy éppen van egy ilyen helyzet. Megint más kérdés, hogy a közösség érdeke mit kíván, de... Na most, hogy nézzük meg azt, hogy egész konkrétan, anélkül, hogy elmondanánk, most nem kell, hogy arról beszéljünk, hogy mi a mostani helyzet, de ugye lehetett-e vajon azt tudni, hogy mondjuk, ha van egy járványhelyzet, akkor gyakorlatilag erre való hivatkozással ezek a jogok egy szempillantás alatt felülírhatók, megváltoztathatók, ráadásul ugye ez a helyzet már elég régóta elhúzódik, és azt gondolom, hogy látszik, hogy működik, hogy igazából felülbírálhatók, felülírhatók ezek a jogok. És az emberek most egy olyan állapotban vannak már, amikor egy darabig próbáltak ez ellen küzdeni, kapaszkodunk, meg akarjuk védeni a jogainkat, ragaszkodunk az eddigi szabadságunkhoz, az eddigi életünkhoz, az eddigi dolgokhoz, és nem látom én magam sem azt az egészséges határt, hogy mikor lehet azt mondani most már, hogy oké, most már ez elég, most akkor mennyire lehet szabadon játszadozni ezzel, ez mint az egér meg a macska, egy ilyen csiki-csuki játék van, és nyilván ez nem csak itt ebben az országban, hanem ez most ugye világszerte van. És ez azért nagyon fontos, hogy szerinted mi az a legmagasabb hatalom most, vagy mi az a szerv, vagy mi az a legfelső döntéshozó, aki mondjuk azért felül tudja ezt, vagy ellenőrizni tudja, vagy valahogy kordában tudja tartani, hogy valóban egészséges keretek között maradjon ez, vagy ilyen nincsen. Ki a legfelső döntéshozó adott esetben, amikor mondjuk egy ilyen unió, vagy egy járványhelyzetnél az egy dolog, hogy kihirdetjük, hogy akkor a jogok most törölve vannak, vagy felfüggesztve, mondjuk így, hogy egy kis felfüggesztés van ez alatt. És tényleg fontos megérteni, tehát én nem kiszabadulni akarok ebből, hanem hogy biztosak lehessünk abban, hogy amikor tényleg van egy ilyen járványhelyzet, az valóban a mi egészségünket, valóban a mi biztonságunkat, valóban azt szolgálja, vagy esetleg már egészen másról van szó, vérszemet kaphat-e a hatalom, hogy akkor igen, ez egy egész jó kis helyzet, hát játszadozzunk még azzal, hogy meddig mehetünk el az embereknél. Meg kell, hogy mondjam őszintén, egy kicsikét kívül esik a kompetenciámon ez a kérdés, hiszen ugye én egy alapítványt vezetek, amelyik azzal foglalkozik kifejezetten, hogy a pszichiátriákon történő jogsérelmeket, jogsértéseket vizsgálja ki, vigye az igazságszolgáltatás elé. Ez egy viszonylag speciális szakterület, és ugye ebben vagyok én otthonos. Ezen kívül, hát amúgy is kicsit ingoványos ez a terület manapság, azért valljuk be, de és ugye ráadásul nem is biztos, hogy nagyon tisztán átlátható az, hogy pontosan milyen hatalmi struktúrák vannak, amik befolyásolják ezt a jelenlegi szervet, vagy a jelenlegi helyzetet, mert amit ugye látunk, az az, hogy vannak kormányok, vannak európai szintű, világszintű szervezetek, stb., hogy esetleg közöttük, mögöttük, mellettük mi van, hát erről sok szó esik, nem is akarok itt most feltétlen állást foglalni, de hát lehet, hogy van más is, ami ugye, akik esetleg döntéseket hozhatnak ebben a szituációban, amit nem látunk, ezért nehéz erről nagy okosságokat mondani így egy beszélgetés keretében. De te nyugodt vagy egyébként? A mivel kapcsolatban? Bár azért te többet látsz abból a szegmensből, hogy ugye jogorvoslatért lehet hozzátok fordulni, és ugye eddig voltak jogok, amik megsérültek mondjuk, és akkor ti segítettetek, vagy a ti közvetítésetekkel volt valaki, aki segített ezeket a jogi sérüléseket helyrehozni. De most mihez képest tudjuk megvédeni a jogokat, hiszen maguk az alapvető jogok vannak felfüggesztve. Tehát hol kezdődik egy ilyen helyzetben a jogi sérelem? A mi saját területünkön, ahol nekünk ugye kell döntéseket hozni és ügyeket elvinni hivatalos fórumokra, ott viszonylag tiszta a helyzet olyan tekintetben, hogy a jogi szabályozás ezen a területen nem változott. Tehát az, hogy valaki hogyan kerülhet be a pszichiátriára kényszerrel, vagy hogyan nem, és hogy történhet jogsértés, ez nagyjából most is úgy van, mint ahogy volt. Más kérdés, hogy egyébként ebben a felfordult világban azért nem minden úgy történik most, mint ahogy egyébként szokott. Például ugye, ha valaki most bekerül a pszichiátriára kényszerrel, mert valaki jogosan vagy jogtalanul, de beviszik, azt ugye meg szokták vizsgálni, hogy most akkor ő jogosan van-e vagy bent, vagy sem. Ez idáig sem jelentett túlságosan sok garanciát, meg kell, hogy mondjam, ez a felülvizsgálat, de most, amikor ezeket személyes vizsgálat helyett online tartják, gyakorlatilag esélytelen, hogy az illetőnek
bármilyen valódi jogorvoslat jusson ki. Az, hogy telefonon keresztül megnézi őt valaki, vagy egy tableten keresztül, hát szinte egyenlő a nullával az, hogy őt valóban érvényesíteni tudja a jogait a beszállított személy. Ugye ez egy dolog. De hát ezt még mindig lehet viszonyítani a meglévő szabályozáshoz, mert az tudomásom szerint nem változott. Úgyhogy ha egy kicsikét fel is van bojdulva a terület, mi azért igyekszünk tartani és eljárni a meglévő szabályozás alapján. Aztán, hogy most az emberi jogok, ugye csak a kiinduló kérdésethez visszatérve, mennyire nyírbálhatók egy ilyen helyzetben, hát én azt gondolom, és amiatt ugye, hogy ez egy kicsit kívül esik a saját szakmai kompetenciámon, inkább magánvéleményemet tudom elmondani. De azt gondolom, hogy egy rendkívüli helyzetben nyilván lehet arról szó, hogy hozunk rendkívüli intézkedéseket. Egy olyan helyzetben, ahol tényleg van valamilyen járványhelyzet, lehet helye észszerű intézkedéseknek, hogy ezt megelőzzük, ezt akadályozzuk, mentsük az embereknek az egészségét, tehát efelől nincsen kétség. Hogy ez meddig tart, hogy ennek égisze alatt mennyire nyírbálhatjuk az alapvető emberi jogokat, az más kérdés, nem is biztos, hogy én ezt meg akarom ítélni, főleg a nyilvánosság előtt. És hát ugye benne van azért ebben az is, hogy mondjuk én, aki egészséges vagyok, és aki egyáltalán nem tartok most magánemberként ettől a járványhelyzettől, mert tudom, hogy nem lesz tőle semmi konkrét bajom, lehet, hogy könnyebben ítélkezem, mint egy olyan ember, akinek esetleg gyengébb az immunrendszere, vagy betegsége, hajlamosabb, és lehet, hogy aki viszont elkapja, és tényleg belesik ebbe a betegségbe, az lehet, hogy tényleg komolyan egészségkárosodást szenved el. Ezért nyilván én ilyen tekintetben nem ítélkezhetem mások fölött. Azt gondolom, hogy az észszerű dolgokat be kell tartani, de összességében azért ez nem mehet annak a rovására, hogy a legalapvetőbb emberi jogainkat a kukába dobjuk, és innentől kezdve semmisként kezeljük. Hogyha ugye nálatok azért nagyon sok mentális problémával, főleg mentális problémával, tünetekkel kezelt emberekkel találkoztam, mennyire növekedett meg az esetszám? Tehát, hogy az embereknél azért látszik az, hogy korlátozva vannak, és lehet, hogy annyira egyébként nincsenek is korlátozva, mint ahogy érzik magukat, tehát ez egy viszonylag egy hatalmas szabadság, egy elkényelmesedett, már egy nagyon kényelmes szabadság állapotából kerültünk úgymond karanténba, egy ilyen karantén bolygóba, és talán ezért olyan nehéz az embereknek elfogadni bármilyen korlátozást, mikor ugye az élet maga a szabadság felé, a nyitottság felé, a megújulás felé, szabad mozgás felé áramlik, és ez a bezártság, illetve amikor korlátozva vagyunk, és nem az történik, ami az akaratunk szerint való, akkor azért alapvetően először mentálisan bánt ez minket, és ugye ezt a mentális helyzetet szeretnénk rendezni, és el tudom képzelni azt, hogy nagyon sok olyan dologról nem is tudunk most még, hogy milyen mentális tünetek, milyen újabb mentális dolgok újulnak ki és derülnek ki, akár családokon belül, amiket maga ez a helyzet, maga a bezártság hoz ugye valamilyen szinten egy normál működés, egy normál hétköznapi élet során lehet kezelni, ezeket kordában lehet tartani, egyfajta megszokással kezelni lehet. Hogy látod, nőtte az esetszámotok, és hogy milyen fajta esetek azok, amik most esetleg újdonságként megjelentek? Furcsa módon ez a dolog két vonatkozásban változott az eredeti felállás a normálishoz képest. Az egyik az, hogy az, hogy ez a helyzet kialakult, és az egész világ a feje tetejére állt, ez nem kérdés, hogy ez kifejthet az emberekre egy olyasfajta stresszt, egy olyan nyomást, amitől az emberek jobban szorongani fognak, aggódni fognak. Kiestek a stabil kapaszkodók az életből. Nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy jövő tavasszal én el fogok-e tudni utazni valahova, vagy ha igen, akkor milyen feltételekkel lehet-e egyáltalán, tehát bizonytalanság van. Nyilvánvalóan ez egy stresszt fejt ki az emberre, nyilvánvalóan ez mentálisan meg tudja viselni az embert, ez egyértelmű. Ilyen tekintetben én egyáltalán nem tartom kórosnak azt, hogy ha egyes emberek kicsit szoronganak, kicsit rosszabbul érzik magukat, kicsit összenyomva érzik magukat, mert hát ez egy reakció. Ilyen tekintetben viszont azt tartom aggályosnak, hogy viszont pszichiáterek azzal húzakodnak elő e jelenség kapcsán,
hogy hú, mennyire megszaporodott a mentális betegségek száma. Mm-hmm. És ebben megint az a fajta csúsztatás érhető tetten, amit annyiszor megfigyeltünk már a pszichiátria kapcsán, hogy van valamilyen természetes emberi reakció, ami lehet, hogy nem egy pozitív reakció valamire, és ezt átnevezik pszichiátriai betegségnek, és utána azzal riogatják az embereket, hogy hú, hogy terjednek, és mentális betegség, és különböző hangzatos címkéket aggasztanak ezekre a jelenségekre. És hát ugye ez azért megtévesztő, mert van egy jelenség, amit az ember meg is figyelhet, hogy tényleg van, és lehet, hogy könnyen elhiszi azt, hogy hú, akkor tényleg itt nagy mentális betegségek, amit persze semmilyen tudományos vizsgálat nem támaszt alá. És akkor már is az egész annak a malmára hajtja a vizet, hogy az ember menjen pszichiáterhez, írjanak fel neki bogyót, és akkor ez lesz a megoldás, ami nyilvánvalóan nem a megoldás. De ez az egyik dolog, amit látjuk, hogy változik, ugye azzal megy a riogatás, hogy hú, mennyi mentális betegség van, és biztos, hogy az emberek mentálisan megviseltebb állapotlanak, ez nem kérdés. De emiatt pszichiáterhez küldeni, hát na, ugye van némi szakmai tapasztalatom, hogy ez mivel jár. A másik fele a dolognak, az pedig az, hogy ami másik változás történt, az, hogy érdekes módon ugye a kórházakat eléggé átrendezték ebben az utóbbi másfél-két évben, és sok helyen pszichiátriai osztályokat is kiürítettek, és helyettük ugye Covid osztályokat alakítottak ki. Összességében emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy ebben az elmúlt időszakban az esetszámunk különösebben nem változott, vagy nem nőtt mindent egybevéve. Kicsit más jellegű lett talán, de ugyanígy vannak érdeklődők, de hát ugye maga az egészségügy is átrendeződött, tehát emiatt talán ezért is van kevesebb, de azért akik hozzánk fordulnak, azokkal mi igyekszünk együtt dolgozni, vinni az ügyüket, vannak azért most is hát kemény ügyek, amikkel foglalkozni kell, úgyhogy azért unatkozni nem unatkozunk. Hogyan működnek, ugye mondtad, hogy azért ez egy világszervezet, ez az alapítvány, vagy ez a bizottság, kapcsolatban álltok-e? Hogyan néz ki ez a világ többi részén? Egyeztettek-e, vannak-e esetleg ilyen szakmai fórumok, vagy hogyan tartjátok a kapcsolatot? És szerinted van-e feladatunk, tehát meg kell-e védenünk most az emberi jogunkat? Utóbbira a válasz az, hogy természetesen igen. Előbbire egy picit hosszabb van válaszolva. Ugye úgy nézünk mi ki, egy nemzetközi emberjogi szervezet vagyunk. A nemzetközi központunk az Egyesült Államokban van, Los Angelesben, ott van az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Nemzetközi Központja, egy nagyon impozáns épületben, és egyébként a szervezet pedig 31 néhány országban működik különböző tagszervezetekkel. Amiben benne van az, hogy mondjuk az USA-ban van 10-20-30, nem tudom, hány tagszervezet. És nem mondom, hogy teljes belelátásom van, de azért időnként szoktak lenni erre normális esetben szakmai fórumok, például egyébként minden évben szokott lenni, megint mondom, normális esetben ilyen nemzetközi összejövetel, ahol tartunk szemináriumot, konferenciát, stb. Átnézzük, hogy mi a helyzet, kis okítás, stb. Hát ez 2019-ben volt utoljára ilyen, most azóta nem volt, remélem azért, hogy lesz nem sokára, mert amúgy ezek nagyon izgalmas szakmai fórumok, és az ember kap egy kis képet arról, hogy a többi helyen mi a helyzet. Meg tudjátok-e azt tenni, hogy tényleg csak ezekkel az ügyekkel foglalkoztok? Tehát, hogy most egy olyan világba csöppentünk, amikor így mindenkinek próbál segíteni. Az emberek közötti kommunikáció, tehát, hogy nem tudom, te mennyire vagy figyelemmel erre, hogy minél tovább tartanak a korlátozások, mindegy milyen mértékű, tehát szinte teljesen mindegy már, hogy mi az új szabály, vagy mi az új rend, igazából mindenki teszi a dolgát, ahogy azt kell, de egyre jobban látszik az, hogy az emberek egymás közötti kommunikációjában agresszivitás van, piszkálás van, majd én betartatom veled a szabályt, majd én betartatom veled a törvényt, egymást kezdték el hibáztatni az emberek. Ez ugye ez az egyszerű mindennapokban jelenik meg, akár egy boltban, akár ez a ne érintkezzünk egymással, ne beszéljünk egymással, köhögni nem merünk, tüsszenteni nem merünk, és ez ugye minden szinten a gyerekektől a legidősebb korosztályig hatnak, de hogy azt a fajta nyugodtságot, azt a fajta higgadtságot, hogy az embereknek megmaradjon a kritikus, józan ítélő képessége, hogy mit tegyenek, hogy mit ne tegyenek, mennyire féljenek, mennyire ne féljenek, mennyire szolgáltassák ki magukat a hatalomnak, vagy mennyire legyenek saját döntései, mennyire merjenek saját döntéseket hozni. Meg tudjátok, ugye az eredeti kérdésem az volt, hogy mennyire tudtok megállni
annál, hogy csak kizárólag azoknak segítetek, akik a mentális zavarok miatt jogi sérelembe keverednek, vagy pszichiátriára kerülnek, vagy lassan az egész világ egy ilyen nagy pszichiátriát ölel fel, és a kérdésem az valójában erre irányul, hogy lassan már nem nagyon lehet meghúzni ezt a határt. Hát igen, én azt gondolom egyébként, hogyha az embernek vagy a csoportjának van egy fontos célja, ami tényleg egy érdemleges cél, és azt gondolom, hogy az alapítványnak egy ilyen célja van, most függetlenül attól, hogy egyébként mik a körülmények, de ez egy fontos cél, akkor... Ha vannak is elterelő tényezők, ha vannak is olyan dolgok, amik az embernek húzzák el a figyelmét, talán ilyenkor fokozottan fontos, hogy koncentráljunk arra, amiről tudjuk, hogy a feladatunk különben szanaszét fogunk esni, és mindennel fogunk foglalkozni, csak azzal nem, ami fontos. Ezért mi a magunk részéről igyekszünk fokozottan, azon kívül, hogy persze érzékeljük azt, hogy mi történik körülöttünk, persze, hogy igyekszünk igazodni ehhez, de a magunk részéről igyekszünk végezni azt a munkát, amit szoktunk, mert tudjuk, hogy erre szükség van, nem akarjuk szétszórni magunkat, úgyhogy mi koncentrálunk erre, és én azt gondolom, hogy ez fontos is, hiszen éppen ahogy említetted, ugye, szóval az embereket mentálisan is megviseli ugye ez a helyzet, tehát talán könnyebben is kerülnek olyan helyzetbe, ahol a mi segítségünkre van szükség. Úgyhogy mi magunk részéről igyekszünk. Tény, hogy vannak határterületek egyébként, tehát van olyan, amikor a mi területünk érintkezik, akár mondjuk gondokság aláhelyezési kérdésekkel, vagy gyógyszerezési, ami azért erősen szakmai, de még ilyen területen is igyekszünk a emberjogi megközelítéseket alkalmazni, persze bevonunk szakértőket ilyenkor, stb. Tehát vannak azért átfedések, de összességében mi azért koncentrálunk arra, hogy a saját területünket végezzük, a saját feladatunkat, és ha úgy tetszik, a saját értékes termékeinket állítsuk elő a saját munkánk során, mert van fontossága a dolognak. Ugye 73 éve, ha jól számolom, 73 éve ünnepelik december 10-én az emberi jogokat. Te mit ünnepelsz most ez alatt? Nem is tudom, hogy az ünnepelés igazándiból a jó szó-e, hiszen ugye ez a 30 emberi jog, amik a legalapvetőbb jogaink, amik nélkül megbolondulnánk, hogyha az nem lenne a miénk, és szerintem sokan nincsenek is tudatában, hogy mennyire fontos ez, annyira természetes és magától értetődő, hogy nekem ez van. Érdemes egyébként erről egy kis oktatást is érdemes, sőt, szerintem nem lenne baj az iskolában is tanítani ezeket egy kicsit, mert nem tudják az emberek. Ez a 30 emberi jog, ugye, hogy bár létezik, azért nagyon sok kívánivalót hagy maga után ezeknek a betartása, a betartatása. Ha szétnézünk a világban, bárhol tetten érhetjük azt, hogy mennyire nincsenek betartva ezeknek a jogok közül bizonyos. Tehát ezért mondom azt, hogy talán az ünneplés nem a jó szó. A figyelemfelhívás az, hogy az emberek figyelmét felhívjuk arra, hogy mit tenni kell ebben, az lehet, hogy egy jobban ideillő kifejezés. Persze mondhatjuk, hogy ünnepelünk is, hiszen önmagában az, hogy megszületett egy ilyen stabil alapkő, amihez igazodni lehet. És azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy ezt lefektették. Az azért mindenképp ünnepelendő. De legalább ennyire szerintem a figyelemfelhívásnak az ideje, az informálásnak, a tanításnak az ideje az, amikor ez a világnap eljön és szóba kerül, hiszen nagyon sok még a teendő ahhoz, hogy ez a 30 alapvető emberi jog ténylegesen a gyakorlatba bekerüljön. És szerintem igazából akkor fogjuk ünnepelni, amikor ezek a jogok a helyén vannak mindenütt az egész világon. És azt gondolom, hogy ez nem csak egy elméleti valami, mert ha egy olyan világban fogunk élni, ahol ez a 30 emberi jog tényleg a helyén van, az egy sokkal, de sokkal élhetőbb, sokkal élvezhetőbb világ lesz, mint a mostani. Lehet, hogy nem is látják sokan az összefüggést, de határozottan úgy vélem, hogy ez a helyzet. Van, ami én változtatnál? Az emberi mivel jogokat kapcsolat? Illetően. Hogy mik az alapvető emberi jogok? Hát én nem érzem magam azzal. És amint te változtatnál? Tehát, hogy vagy azt mondod, ez a 30, ez elég? Én azt gondolom, ez elég jól lefedi. Nem érzem magam hivatottnak arra, hogy felülbíráljam Eleanor Rooseveltet, ugye volt amerikai elnöknek a feleségét, aki ezt lefektette az akkori szakértőkkel, ugye ez egy nemzetközi erőfeszítésnek köszönhetően, és szerintem ez egy jó kezdeményezés. Nem hiszem, hogy ezzel gond lenne. A betartatás az sokkal fontosabb feladat. Aztán, ha már ez bent van, akkor lehet, hogy megnézhetjük, mi hiányzik még. De én azt gondolom, hogy a mostani feladatunk az, hogy ezeket az emberi jogokat maradéktalanul érvényre juttassuk a társadalomban. Hiszen még ma is van emberkereskedelem, még ma is az emberek áldozatul esnek egyik a másiknak, még ma is olyan alapvető jogok csorbulnak,
amik az embereknek az életét, az alapvető túlélését veszélyeztetik. Amíg ezek nincsenek a helyükön, addig azt gondolom, hogy ez a fő feladat. János, nem tudom, hogy van-e, amit most így a nézőknek elmondanál, hogy kik keressenek titeket, milyen ügyekben, hogy ezt így még egyszer megfogalmazni, hogy be tudják azonosítani azt, hogy esetleg velük ez történik most, vagy hogy ne várjuk meg azt, amikor már nem tudja beazonosítani azt, hogy mi történik vele, akár gyógyszerezés kapcsán, vagy ha valaki észreveszi, vagy a családban történnek ilyen dolgok, hogy így röviden hogyan foglalnád össze, hogy milyen ügyekkel lehet titeket megkeresni? Ez jó ötlet, hiszen sosem lehet tudni, hogy ki az, akinek épp szüksége van arra, amit mi tudunk nyújtani. Szóval még egyszer összefoglalva, a mi alapítványunk azzal foglalkozik, hogyha valakivel a pszichiátrián történt valamilyen jogsértés, akkor mi ebben tudunk segíteni. Mi az, ami általában szóba jön? Ha valakit kényszerrel vittek be a pszichiáterre, és úgy érzi, hogy jogtalan volt, hogyha megalázó bánásmód érte, kikötözték jogtalanul, vagy megalázó bánásmód, vagy indokolatlan korlátozás, túlgyógyszerezés, olyan mindennapos dolog ez, hogy szinte rutinszerű a pszichiátriák. Ha valaki bekerül, és az első dolog az, hogy ájultra szedálják, és 3 napig csak fekszik. Az eseteknek egy nagyon jelentős részében ez történik, és ez a gyógykezelésnek a része. És aztán ebből egy csomóféle károsodás adódhat, például láttunk már ilyen ügyet nem egyszer. Tehát egészségügyi károsodások, amik a pszichiátriai kezelésből adódnak, furcsa halálesetek, amik történhetnek. Nem egyszer dolgoztunk olyan ügyeken, hogy bekerült egy egészséges ember, aki fizikailag egészséges volt, és néhány nap vagy egy-két hét alatt úgy leromlott az állapota, hogy hirtelen meghalt szinte pillanatok alatt. Semmi valódi indok nem volt, és az egyetlen dolog, ami történt vele, az, hogy pszichiátriai kezelést kapott, a tudatmódosító pszichiátriai szereket kapta, és sajnos ilyenek vannak. Ezek a fajta dolgok azok, amikkel mi foglalkozunk. Ha valaki úgy látja, hogy ilyesmi történt vele, vagy szerettével, családtagjával, ismerősével, akkor megkeresett minket, és mi igyekszünk felgöngyölíteni ezeket az ügyeket, és eljárni az igazságszolgáltatás érdekében. Elérhetőségeinket a legkönnyebb megtalálni a weboldalunkon, amelynek címe www.emberijogok.hu, és ott az elérhetőségek is fel vannak, és plusz rengeteg más információs anyag, amiből lehet tájékozódni. Köszönöm szépen, János, és hogy ne ilyen, hát azért a pszichiátriának is vannak fontos, meg hasznos területei. Milyen esetben ajánlod őket kifejezetten? Van-e neked erről tapasztalatod, amikor azt mondod, hogy igen, itt viszont azért érdemes már oda elmenni? Én ezt olyan esetben mondanám, amikor azt látom, hogy van valami olyan intézet, akik tényleg szolgáltatják azt, amit ugye elvár tőlük az ember. Most a gyakorlatban, és ezt tőlünk szokták kérdezni, hogy ajánljanak olyan pszichiátert, ajánljanak olyan intézetet, és megmondom őszintén, legtöbbször jó érzéssel nem nagyon tudunk olyan helyet mondani, amire azt mondom, hogy na, ott majd biztos, hogy jó lesz. Ugye az függ attól, hogy éppen a személyzet hogyan áll hozzá, mert vannak olyan helyek, ahol nagyon elhanyagolt állapotok vannak, és vannak, ahol olyan emberek, akik tényleg kiteszik a szívüket, lelküket, ez kétségtelen, ez egy különbség. De amiben viszont nincs különbség sajnos, az az, hogy mindenhol ugyanazokat a módszereket használják, mindenhol ugyanazokat a gyógyszereket adják az embereknek, és erre szakmai protokollok vannak, tehát ebben nincs nagyon változás, és azt látjuk, hogy sajnos ezek nem hozzák azt az eredményt az esetek döntő többségében, amire az embernek szüksége lenne. Ezért arra lenne igazi szükség, hogy legyenek olyan egészségügyi, elmeegészségügyi központok, amik valami fajta egészen más megközelítéssel valódi mentális egészséget tudnak az embereknek szolgáltatni. Ezen egy picit dolgozni kell, mert most még hát van némi híja a dolognak, de nagyon remélem, hogy nem nagyon távoli jövőben ilyen helyek lesznek, és ahol az ember jó szívvel küldi el akár az ismerősét, akár bárkit, aki tanácsot kér, mert tudja, hogy jó kezekben lesz, nem arról fog szólni a dolog, hogy legyógyszerezik, és egy kémiai anyaggal próbálják beállítani a hangulatát, és akkor majd akkor az úgy jó lesz, hanem igazán megnézik, hogy mi az ő baja, azzal kezdenek foglalkozni, és segítenek, hogy az illetőnek a lelki egészsége helyreálljon, mert végül is ez lenne a legfontosabb. Úgyhogy nagyon remélem, minél hamarabb lesznek ilyen helyek. János, én nagyon szépen köszönöm, és nagyon különösen örültem annak, amikor azt mondtad, hogy igenis előfordulhatnak a világban olyan események, olyan helyzetek, amik nem biztos, hogy a legkedvezőbbek, meg a legvidámabbak, de azt is tudjuk kezelni, arra is lehetnek normális, egészséges emberi reakcióink, ide tartozik a félelem is, ide tartozik a biztonságra való törekvés, és ide tartoznak az emberi jogaink is, többek között.
Úgyhogy igazából az meg nyilván az ember intelligenciájának, a kulturáltságának, neveltetésének, nagyon sok mindennek a függvénye, hogy ki hogyan tud helyt állni most, ki hogyan tud nyugodt maradni most, józan maradni ebben a helyzetben, és hát mindenki előtt ez egy nagy kihívás. Az biztos, hogy nagyon fontos, amit csináltok, és mindenkinek nagyon-nagyon örülünk, aki az embertársai segítésével foglalkozik. Nagyon szépen köszönöm, János, hogy itt voltál. Én köszönöm még egyszer a meghívást. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!